Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. A mai alkalommal a tanítvány küldetéséről gondolkodunk, Krisztus tanítványainak feladatáról és helyzetéről, mely nem könnyű feladat, megpróbáltatásokkal járó küldetés, és a Mester is tudja ezt, ezért imádkozik az ő tanítványaiért, kéri a mennyei atyát tanítványainak megerősítéséért. Krisztusi embernek lenni, kereszténynek lenni nem könnyű feladat, hiszen olyan sajátos életutat, életformát választ a keresztény ember, amely különbözik a világtól a keresztény ember gondolkodásmódja eltér e világ szempontjaitól és gondolatvilágától. A keresztény ember célja nem ebben a világban rejlik, hanem a természet fölöttiben. Lehetne sorolni még a különbségeket, mindezekre a mai alkalommal még kitérünk, de először olvassuk el közösen és hallgassuk meg a közös gondolkodás alapjául szolgáló evangéliumi részt, Szent János könyvéből a 17. fejezet, 11. versétől a 19. versig terjedő részt. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a tetanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Szent János evangéliumából olvastam a 17. fejezet 11. versétől, a 19. versig terjedő szakaszt, és ezt javaslom mai közös gondolkodásunk szentírási alapjának. Az Úr Jézus imádkozik a tanítványokért. Ezt az imádságot kétféleképpen is értelmezhetjük. Természetesen elsősorban és közvetlenül a eredeti szöveg összefüggésben és helyzetben tekintve, imádkozik az apostolokért. Imádkozik azokért, akikre rábízza Jézus az ő ügyét, az ő tanítását, a hit továbbadásának feladatát. A világba küldi őket, és aztán arról is elmélkedik ebben az imádságban, és azt is feltárja előttünk az Úr Jézus, hogy bizony az apostol küldetése, a Krisztus követőnek a küldetése eltér a világtól. Ebben a világban vagyunk, de nem e világból valók vagyunk. Jézus tehát imádkozik azért a nehéz küldetésért, amely az apostolokra vár, hiszen nem csak a tanítást, nem egy eszmei ismeretanyagot adott át nekik, hanem élethivatást adott az apostoloknak Jézus, hogy őt képviseljék, ők legyenek egy kialakuló közösségnek az alapjai, alap pillérei, és majd az idők végéig mindazok, akik Jézus követésére vállalkoznak, mint egy közösség tagjai, erre az alapra tudjanak épülni, és ez a közösség ezen az alapon nyugodjék, és mindig megmaradjon az az alap, amelyhez vissza lehet térni, és amelyben a biztonságot meg lehet találni. Jézus rábízza mindezt az apostolokra. Az imádságának a másik jellege és fontossága számunkra is bíztató, közvetlenül bíztat bennünket, hiszen Jézusnak a tanítványokért mondott imája értünk is szól. Ő ezt a mennyei atya elé tárta, és a mennyei atya előtt, mondhatnánk így, hogy mindig érvényben, sőt folyamatban van ez az imádság. Abban az időben így kezdődik az evangéliumi megjegyzés, nincs konkrétan meghatározva, hogy mikor mondta ezt el Jézus ezt az imát. Tudjuk jól, hogy a küldetésére, a küldetésének a csúcsára készülve, a búcsúzás szándékával imádkozik és kéri az atyát a tanítványokért, akár az utolsó vacsorán, akár egyéb helyzetekben, de éppen ez a tény, hogy nincs konkrétan időhöz, helyhez kötve ez az imádság. Bátran mondhatjuk, hogy érvényben van az idők végéig Jézusnak ez a szép mondjuk így főpapi imája, amelyben a követőhiért imádkozik a mennyei atyához. Tehát most is folyamatban van, most is érvényben van ez az imádság, és értünk is szól. A mi megerősítésünket is szolgálja ez az imádság, mert Jézus úgy küld bennünket is, mint az első tanítványokat, vagy főként az apostolokat, mint bárányokat a farkasok közé. És amint őt üldözték, tudjuk jól, hogy bennünket is üldözni fognak. Feszültség, nézeteltérés keletkezhet a Jézus iránti szeretetből, a hitünkből, a Krisztusi életből, nem kifejezetten az ellenségeskedés okán, hanem a az értékek különbözősége, vagy az érték és az értéktelenség szembenállása miatt. Jézus imája érvényben van. Nézzük, mit kér Jézus ebben az imában. Szent Atyám a mennyei atyához imádkozik, hiszen az atya küldte közénk Jézust. Jézusra mi úgy tekintünk, mint Isten küldöttjére, de jóval többet látunk és hiszünk benne, hiszen tudjuk jól, hogy Jézus egyszer mint küldött ő az Atya, valóságos fia, az ő egyszülöttje, tehát Isten fia. De az emberi küldetésében egyrészt példát ad számunkra is az imádságra, az Atya iránti bizalomra, és ebben az emberi küldetésében a mi oldalunkon állva, tehát az emberi oldalról tekintve imádkozik az Istenhez, az Atyához, akitől a küldetését kapta, és ezt a küldetést teljesítette Jézus itt az emberi világban. Tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál. A hűségért imádkozik Jézus a megmaradásért. Abban a kifejezésben, hogy tartsd meg őket, akiket nekem adtál, nyilván ezt halljuk, ezt a szándékot, hogy le, adjon erőt nekünk a mennyei atya a hűséghez. Mert abban nem kételkedhetünk, hogy ő meg akar tartani bennünket. A Jóisten nem szeszélyes. Sokszor úgy mutatja be az Ószövetség az, az urat, Mintha érzékeny, szeszélyes lenne és féltékeny. Ez szó szerint kimondottan is szerepel az Ószövetségi Szentírásban, hogy az Úr féltékeny Isten. De hát nyilván nem az emberi szeszélyességgel kell felruházni az Urat, hanem amikor az Úr féltékeny, akkor is inkább a féltés miatt használja ezt a szentírás, ezt a kifejezést, mert félt bennünket. Nem azért, mert sértődékeny és megbántja őt az ember, mert az urat nem lehet megsérteni. Az Úr szent és sérthetetlen, és nem lesz kevesebb az, az Isten attól, hogy az emberek vagy az ő teremtményei nem fordulnak felé hálával, vagy szeretettel, vagy bizalommal az Urat ez nem kisebbíti az ő végtelenségét, tökéletességét, nem csorbítja. Az Úr szeretetből félt bennünket, és így kell értenünk a féltékenységet, így kell értenünk ezt a kifejezést, hogy tartsd meg őket, atyám, mert a javunkat akarja. Sokszor van az, hogy felrobban az Úr haragja, az ószövetségben is el akarja pusztítani az embert, el akarja pusztítani az ő népét. Meg is történik egy nagy világpusztítás. Noé idejében a Biblia leírása szerint, hát tudjuk, hogy ezek mind képes elbeszélések, nem kifejezetten történelmi események, de megvan a valóság alapja, legfőképpen az, hogy az ember bűne, hűtlensége megsérti Istent, és elfordul az ember Istentől. De nem a sértődés miatt, hanem az ember megőrzése miatt szigorú az Úr, ahogyan egy tanár, egy szülő kénytelen néha szigorúbb eszközökhöz folyamodni, hogy jóra vezesse a rábízottakat, a gyerekeket, a diákokat, a gyermekeket. Tehát a szigorúság az, nem támadás, az nem bosszú, hanem az ember érdekében van, hogy az ember helyes útra térjen. És ott volt a vízözön, mint világpusztítás, és csak Noé és családja menekült meg. És aztán tudjuk jól, hogy a pusztai vándorlásban is elmondja az úr Mózesnek, hogy hát olyan hűtlen ez a nép, hogy eltörlöm a föld színéről, és majd téged teszlek nagy népé. És aztán Mózes kérleli az urat, hogy ne pusztítsd el a népet, mert akkor az egyiptomiak is, hát meg mindenki csodálkozna, hogy hát ezért kellett kivezetni a népet Egyiptomból is, hogy aztán a pusztában meg semmi süljön, tehát nem akarja ezt Mózes. Tehát az Úr félt minket, azért adott életet, hogy mi éljünk. Olyan szépen írja ezt a bölcsesség könyve, hogy mindent azért alkotott az Úr, hogy legyen. Tehát az Úrnak az akarata az, hogy teremtményei legyenek, létezzenek, nem mindegyik létezik örökké, de az a szellemiséggel megáldott és az Úr képére, hasonlatosságára teremtett ember, illetve az angyalok örök életűek, mi örök életűek vagyunk. Az Úr azt akarja, hogy legyünk. De hogy hogyan legyünk, és boldogok legyünk, abban nekünk kell kitartani, abban nekünk kell következetesnek lenni, abban nekünk embereknek kell hűségesnek bizonyulnunk. Látjuk, hogy az emberi kapcsolatokban milyen sokszor álhatatlanná válik az ember, és nem tudunk hűségesek lenni, saját magunkhoz sem tudunk hűségesek lenni, vagyis következetesek ha az ember önmagához, az elveihez hűséges, akkor azt mondjuk róla, hogy következetes. De nyilván a másik emberhez sem mindig tudunk hűségesek lenni. Hány házasság felbomlik ennek okán, emiatt az álhatatlanság miatt, mert az embernek a másik iránti hűségét is nehéz megőrizni és táplálni, megerősíteni az Úr iránti hűség meg még nehezebb, mivel az Urat nem látjuk. Ezért volt az, hogy a választott nép is olyan Istent akart, akit lát, tehát ezért aranyborjú öntöttek, és azt imádták. Meg hát a sok pogány vallásban, amikor bálványokat készítettek, ez mindenre irányult. Nyilván az ember által kitalált Istenekhez való ragaszkodás még kevésbé stabil, tehát még kevésbé lehet hűségesnek mondani a kitalált istenségekhez való ragaszkodás, de itt a személyes Isten, aki mindig megmutatja a jelenlétét, ha nem is látjuk őt, de azt, hogy ott van az életünkben, és velünk van, és gond, gondunkat viseli, ezt tapasztalhatjuk, ennek ellenére az ember mégis hűtlen és álhatatlan. Tehát itt nagyon fontos ez a szempont, hogy tartsd meg őket a te nevedben. Tehát az Isten iránti hűségben kell megmaradnunk, és abban a meghívásban, abban az állapotban, amelyre Jézus által eljuthat, vagy eljuthatott az ember, eljutottak a tanítványok, akik igent mondtak, és itt a kivételt is megjegyzi Jézus, mert azt mondja, hogy megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, vagyis az áruló Júdás, akinek szintén nem kellett volna elvesznie. Ő maga veszítette el az életét, hiszen öngyilkos lett, és ő maga veszítette el a reményét és a bizalmát. Péter is kétségbe esett. Már csak amiatt is, hogy letagadta a Jézus iránti barátságot. Júdás kétségbe esett, hogy árulója lett a mesternek, és elá elárusította, nem csak árul, elárulta, hanem elárusította a mestert. Tehát emiatt aztán elveszett a kárhozat fia, de a tanítványok, az apostolok, a többség, többiek, a többség megmaradt. Ezért imádkozik Jézus, de mint említettük korábban, hogy nem csak a 12 apostolért, vagy a 11ért, vagy a kiegészült kollégiumért, a Mátyás apostollal teljesített testületért imádkozik, hanem miértünk is, és nekünk is törekednünk kell a hűségre. Isten tud megőrizni bennünket, de a mi akaratunk ellenére nem tud megtartani, mert az ember képes kiszakítani a magát Isten szeretetéből. Tehát ez olyan, mint az ölelés. Hát vannak megbilincselő ölelések és rossz szándékú ölelések az ember életében, amikor amikor fogva tartja az egyik ember a másikat az ölelésével, ilyenkor érthető, hogy ki akar szabadulni ebből a szorításból, ebből a megbilincselő, fogvatartó ölelésből az ember. Mint a birkózók, mindig ezt szoktuk mondani a keresztelési szertartás magyarázatánál, hogy megkenjük a katekumenek a keresztelendők olajával, a gyermeket vagy a keresztelendőt, azért, hogy emlékeztessen ez a szertartás arra, hogy a régi olimpiákon a birkózók a mezítelen testüket bekenték olajjal, hogy az ellenfél szorításából könnyebben kiszabaduljanak. Az Isten ölelése szerető ölelés, ez gyöngéd ölelés. Tehát van, amikor szeretetből, gyöngétségből, a féltés okán ölelünk meg másokat, hogy biztonságot adjunk, hogy védelmet nyújtsunk. Ez az ölelés szerető ölelés, nem megbilincselő, fogva tartó, kényszerű, állapotot előidéző ölelés. Az Isten ölelése, az Isten szeretete ilyen szeretettel teli ölelés, amely meghagyja a szabadságot. Az Isten kész újra kinyitni ölelő karjait, hogy az ember szabaddá váljon, mert az ember bármikor ki szabadíthatja magát ebből az ölelésből, amennyiben tévesen azt gondolja, hogy ekkor lesz szabad, hogyha Isten szerető Öleléséből kiszakítja magát, ezért is használtam ilyen kifejezést, hogy hát az ember képes ebből kiszabadítani önmagát, vagy kiszakítani önmagát, de ez az ember kárára van, mert elveszíti a biztonságot, az életet. Ebben az ölelésben az Isten a maga természetéhez közelévé, sőt, hasonlóvá akarja tenni az embert. Tehát amikor kiszakítja az ember magát Isten öleléséből, akkor kockáztatja azt az isteni életet és isteni természetet, amelyel meg akar minket az Úr ajándékozni. Mert ebben az ölelésből isteni élet fakad, olyan családi kötelék, mint ahogyan az édesanyja a gyermekét ölébe veszi és magához öleli mert hiszen az ő testéből származik a gyermek. Ugyanígy az Isten, aki a maga képére és hasonlatosságára teremtett meg bennünket, ezt így tekinti, és mi is így tekinthetnénk hitünkben az Úrra, hogy ő belőle vagyunk, és tőle vagyunk, mint teremtményei természetesen, nem kiszakadtunk az Istenségből, és Istenség darabkákként létezünk, hanem megteremtett minket, de magához hasonlóvá teremtett bennünket. Mint ahogy egy gyermek az édesanyja, vagy édesapja, vagy családtagjai arcvonásait örökölheti nyilván. Isten ilyennek teremtett minket, hogy képesek legyünk isteni lenni, isteni életet élni. Tehát ezt a biztonságot, ezt hagyja el az ember szabad akarattal, amikor ki szakítja magát, vagy ki szabadítja magát Isten öleléséből. Mert egyébként ebben az ölelésben ott van a biztonság, és az az igazi szabadulás, amikor Isten ölel át bennünket. Ugyanis, ahogy a oltáros mondja, hogy, hogy zárj karodba engem. Tehát a oltáros erre vágyódik, hogy az órakarjában zárjon minket. Zárja az, az embert személyesen, és így szabadítson meg minket az ő szerető ölelésével. Amikor erről gondolkodunk, hogy tartsd meg őket a te nevedben, azokat, akiket nekem adtál. Nyilván itt nem ide-oda ajándékozásról van szó, hanem arról, hogy Jézus követésében lesz az ember Istené, ezért adja az embert, ezért vezeti az Atya az embert Jézushoz, az ő fiához. Az Atya késztet bennünket arra, hogy társuljunk az ő fiához, mert így lehetünk mi Isten gyermekei. Tehát úgy lesz az ember Isten gyermekévé, hogy először Jézus testvérévé lesz, Jézus barátjává lesz úgy lesz az atya gyermekévé. Így leszünk mi Istennek a fogadott fiai, és ebben a kifejezésben itt van az, hogy akiket nekem adtál, tehát először Jézushoz indul az ember, és Jézus által van utunk, hogy írja Szent Pál az Efezusi levélben, hogy szabad utunk van a Krisztus által az atyához. Tehát ez nagyon fontos, ezt a, ezt a meghívást elfogadni, hogy eljussunk valóban, ahogy Jézus maga mondta és ígérte, ő általa jutunk el, az ő útján járva jutunk el az atyához, senki sem juthat el atyámhoz, csak én általam. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Átadtam nekik tanításomat, tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók. Jézus, átadja tehát mindazt, amit az Atya rábízott. Átadja nekünk az ő tanítását. Átadja nekünk azokat az értékeket, amelyeket Isten szám nekünk. Mi az, amiben ki kell tartanunk? Mi az, amiben a tanítványok, az apostolok alapot teremtenek a közösség számára és személyesen a hívő ember számára? Ez nem más, mint a tanítás. És nem más, mint a hit. Ebben kell egynek lennünk, és ezt még nem emeltem ki, ezt a szándékot, hogy miért is imádkozik Jézus a tanítványokért, és miért kéri azt, hogy tartsa meg őket az atya. Az egység miatt, hogy egyek lehessenek Jézus tanítványai. Az egység egyszerre jelenti azt, hogy az Krisztus követők egy közösséget alkotnak, testvérként szeretik egymást, egy családhoz tartoznak, és ugyanakkor természetesen ezáltal, mint Isten fogadott gyermekei, Istenhez tartoznak. Tehát Istenhez tartozni azt jelenti, hogy az Istent keresők egymáshoz is tartoznak. Nem külön-utas program ez, hogy mindenki külön-külön megy az Atyához. Ezért van az, amit előbb már kimondtunk, hogy az Atya az ő fiához küldi a meghívottakat, ezért mondja Jézus, hogy Atyám, akiket nekem adtál, azokat tartsd meg. Tehát Jézushoz megyünk, Jézus által megyünk együtt az Atyához. Tehát Jézus külön-külön meghív, megszólít bennünket, külön válaszolunk erre a hívásra, de aki már válaszolt, csak Jézust választja, az egy közösséghez tartozik. Mert Krisztusban mindenki, aki Jézushoz csatlakozik, fogadott gyermekévé lesz az atyának, Jézusnak testvérévé lesz, az atya gyermekévé, és mi adódik ebből, logikusan is kimondhatjuk, logikusan gondolkodva, hogy a másiknak a testvérévé lesz, aki ugyanannak az atyának a gyermeke vagy aki már egy testvért a, kiválasztott a legfontosabbat, aki miatt mi fogadott gyermekei lehetünk Istennek. Tehát ezt a közösséget ajánlja föl Jézus, és így megyünk mi együtt az atyához. Nagyon fontos mindezeket a szempontokat átgondolnunk. Remélem, hogy külön-külön is -külön, azért sikerül eltűnődnünk majd a kimondott fogalmakon, és átgondolni újra ezt a fogalom tisztázást, hogy mit jelent megmaradni az atyának az ölelésében, mit jelent Jézushoz eljutni, az ő testvérévé válni, hogyan lesz Isten gyermekévé az ember, hát csak Jézus által ezeket ajánlom a kedves nézőink figyelmébe, hogy személyesen is gondoljuk át, személyesen is próbáljuk ezeket a magunkévá tenni, ezeket a gondolatokat, ezt az elhatározást, de nagyon fontos az értelmi és a fogalmi tisztázás. Jézus azért imádkozik, tehát hogy az ő követői egyek legyenek. Maradjunk egységben Istennel, mert hiszen ez a minta, ez a gyökere az egységnek, hogy mi Istenbe kapaszkodunk, és erről is szó esik, hogy, hogy ahogyan az Atyával való egység fönnáll Jézus és az Atya között, úgy legyen meg a szeretet egysége a tanítványok között, illetve a kötődés ugyanúgy Isten és ember között. Hosszasan gondolkodtunk a mai szentírási szövegünkön. János evangéliumának 17. fejezetéből olvastuk a 11. verstől a 19. versig terjedő részt. Tartsunk most rövid zenés szünetet, és a műsorunk második részében a lélekemelő, második rövidebbik részében folytatjuk gondolatainkat, különös tekintettel arra, hogy Mit jelent az Isten gyermekének, Jézus barátjának, mit jelent a küldetése ebben a világban? Hogyan leszünk mi a világosság fiai, és hogyan éljük meg helyzetünket a világban, abban a világban, amely otthont ad ugyan nekünk, de tudjuk, mi nem vagyunk-e világból valók? Nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Hivatkoztam az Efezusi Levélre, Szent Pál gondolataira, hogy az Úr Jézusban jutunk el az Atyához, az Isten ismeretére és az Isten világába. Olyan szép az üdvözítő tervének magasztalása, ahogyan ezt leírja Szent Pál az Efezusi Levél első fejezetében. Most ezt idézem. Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak, Istene és Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket, mert kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte a szeretetben, Eleve arra rendelt minket, hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által akaratának jóságos tetszése szerint, és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Benne van számunkra a megváltás az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelően amelyet igen bőségesen juttatott nekünk, minden bölcsességgel és ismerettel. Megismertette ugyanis velünk akaratának a titkát, jóságos tetszése szerint, amelyet elhatározott benne az idők teljességének megvalósításáról, hogy Krisztusban, mint főben újra összefogjon mindent, ami az égben és a földön van. Benne részesei is lettünk az örökségnek, mi akik erre rendeltettünk, annak végzése szerint, aki mindent akaratának végzése szerint cselekszik, hogy magasztaljuk az ő dicsőségét, mi akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban. Az Efezusi levélből. Ezt a gyönyörű Krisztus imát, Krisztus himnuszt idéztem, Szent Pál szavait. Így érti meg már a külön kiválasztott és a népek tanítójává rendelt apostol Szent Pál. A Krisztushoz való tartozás, az egyházhoz való tartozás, az apostoli testülethez való ragaszkodás tényét így érti és így magyarázza, és így éli meg, Szent Pál mindezt, amiről Jézus a főpapi imájában, a mai alkalommal elemzett szöveg szerint János Evangélium a 17. fejezetében, Erről imádkozik Jézus, hogy tarts meg őket a te nevedben, azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek. Még egy fontos gondolat maradt műsorunk második részére, a Lélekemelő című műsor második felére. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. És az Úr Jézus elmondja ezt imájában, hogy átadta nekünk az, a mennyei atya tanítását, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Mit jelent a világból valónak lenni? Azt jelenti, hogy beleragad valaki ebbe a világba. Jézus nem ebből a világból való, hanem föntről jön. Az Atyától jön. Jézus a maga küldetését az Atyától kapta, de vállalja az otthont ebben a világban de ahhoz, hogy jól érzékeltesse, hogy ő nem azonosul ebben a világgal, nem része ennek a világnak, ki mondja, hogy nincsen maradandó hajléka és otthona ebben a világban, mert a madaraknak fészkük, a rókának odúja van, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Tehát ezzel azt érzékelteti Jézus, hogy, hogy ő nem lesz kiszolgáltatottja ennek a világnak. Mindent elfogad, ami e világhoz és az emberséghez tartozik, a bűnt kivéve, de nem kötődik és nem lesz rabja ennek a világnak, és nem osztozik ennek a világnak földhöz ragadt szemléletéből és természetéből ilyen értelemben. A természetben osztozik, mert magára veszi az emberi testet, de a szellemiségből, a csak erre a világra irányuló szemléletből nem osztozik, mert mit jelent e világban, e világból valónak lenni? Azt jelenti, hogy valaki csak ennek a világnak a keretei között gondolkodik. Hogy csak ezt a világot tartja kizárólagosnak és életterének. Jézus az Atyától jön és visszatér az Atyához, eleve kinyitja a tekintetet, a természet fölötti felé. Tehát nem lesz rabiává ennek a világnak. Éppen azért jön, hogy legyőzze. Ennek a világnak a kísértését, és evilág fejedelmét a sátánt. Mert tegyük hozzá, hogy evilágból valónak lenni, az azt jelenti, hogy valaki evilág fejedelmének engedelmeskedik, vagyis a sátánnak. És csak ebben a világban. Találja meg életterét, életútját, boldogulását, és nem nyitott a természet fölöttire, ami már itt van közöttünk, amivel a, az evangélium kezdődik, amit meghirdett Jézus a nyilvános működése kezdetén, hogy tartsatok bűnbánatot, mert el, elérkezett az evangélium, elérkezett a mennyek országa, higgyetek az evangéliumban. Tehát elérkezett Isten országa. Aki ebben hisz, aki ennek a, az országnak a polgára, az már nem Evilágból való, az a világosság fiai közé tartozik. E világ fiait más szóval a sötétség fiainak lehetne nevezni ebben az összefüggésben, amit az imént vázoltunk, mert az a gonosznak és csak Evilág kínálatának akar engedelmeskedni. De ebben a világban élünk, és most itt van az életterünk, de ezt a világot meg kell szentelnünk. Ehhez a világhoz küldetésünk van. Tehát küzdelmünk is van, mert a gonoszt le kell győznünk. Mert a tévhiteket, téveszméket, a rossz gondolkodást és a hamis képzeteket el kell hárítanunk, azokat le kell győznünk. És ebben a világban kell meghirdetnünk a, az örömhírt. Jézus ebben a világban küldi az apostolokat, és ehhez a világhoz menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Tehát ebbe a világba be kell hoznunk az Isten országát, amely itt van, úgy kell behoznunk, hogy észre is vegyék az emberek, és akarjanak ehhez csatlakozni. Ezért mondja Jézus, hogy aki hisz, és Megkeresztelkedik, az üdvözül, az belép az Isten országába. Tehát, mit jelent ebben a világban lenni, mit jelent ugyanakkor nem e világból származni, azt ezek, melle, ezek mentén könnyen megérthetjük. Jézus ebben a világban él, emberré lesz, küldetése van a világhoz de a világ üldözi is őt, és kioltja az életét, ugye így lesz ő áldozat, így vált meg bennünket, így váltja meg a világot, hogy ez a világ ne csak egy pusztuló élettere legyen az embernek, Isten gyermekének, hanem ki teljesedjék, és mint egy újjáteremtett világ majd egykor örök otthona legyen az embernek, mint Isten országa, mint az Istennel való közösség élettere. Meghagyja Jézus a tanítványokat ebben a világban, hiszen küldetésünk van ehhez a világhoz. Meghagy bennünket Jézus, de mégiscsak azt kell mondanunk, hogy az irányultságunk, a hivatásunk az odafönt valók felé tekint, és nekünk a természet fölötti. Küldetésünk alapján kell élnünk és formálnunk a szemléletmódunkat ebben a világban. Tehát nem azt nem kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Jézus imájának ez a mondata egyértelműen rávilágít az iménti tényekre, az imént említett helyzetre, hogy itt élünk. Nem akar innen kiszakítani az Isten bennünket, nem kell kimenekülnünk ebből a világból, mert küldetésünk van a világhoz, de a gonoszal nem cimborálunk, és ettől akar megóvni minket az Úr Jézus. Többször idéztem már az úgynevezett Diognétoshoz írt levelet, a keresztény ókor szép tanúságtételét arra vonatkozóan, hogy hogyan élnek a keresztények. Most ismét fontosnak tartom, hogy idézek néhány gondolatot, hogy könnyebben megértsük az előbbi felvetést, mit jelent ebben a világban élni, de úgy, hogy nem vagyunk e világból valók. Úgy, ahogyan Pilátus föltette a kérdést Jézusnak, hogy király vagy te, mert van egy világ, amelynek Jézus a királya. Igen, én király vagyok, de az én országom nem e világból való. Akik Isten országához tartoznak, amelynek Krisztus a királya, ők Jézust választják, és itt élnek ugyanebben a világban, de nem e világból valók. Ilyenek a keresztények. Mi vagyunk azok, akikről az iménti gondolatok és iménti állapot, Felmérés szól. A keresztények ott laknak, a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Saját hazájukban úgy élnek, mint jövevények, mindenben részt vesznek, mint polgárok. Mindent eltűrnek, mint idegenek. Minden idegen tája hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Tehát itt olyan magatartás módokat sorol fel a Diognétosz levél, melyek megmutatják, hogy mit jelent, hogy ebben a világban élünk, de nem vagyunk e világból valók. Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. Ez is egy nagyon szemléltető gondolat. És ezt ki is mondja tehát, hogy egy szóval, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek jelen van a test minden tagjában, a keresztények is ott vannak a világ városaiban. A lélek ott lakozik a testben, de mégsem a testből való, a keresztények is itt vannak a világban, de ők sem e világból valók. A láthatatlan lélek a látható testben van, a világban élő keresztények is láthatók, de vallásosságuk láthatatlan. A test haraggal és, és harccal támad a lélek ellen, mert akadályozza élvezeteiben, pedig semmi jogtalanság nem esett rajta. A világ is gyűlöli a keresztényeket, mert ők visszautasítják élvezeteit, holott a világot nem sértették meg. Tehát itt még sorolja ezeket a párhuzamokat, vagy inkább ellentétpárokat, hogy miként vannak, miként vagyunk mi keresztények ebben a világban, és mégis miért térünk mi el ettől a világtól, és miért más, ami szemléletünk, életterünk, mert mi nem kötődünk ehhez a világhoz, a mi hazánk a mennyben van, és ebben a világban élünk, és ugyanakkor a természet fölötti értékek szerint alakítjuk az értékrendünket. Az előbbi példákból azt is megértjük, amit az Úr Jézus imába foglal, hogy a világ Gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Jézus erre az életre és el, élethivatásra hív meg tehát bennünket, ezért kéri az egységet számunkra, követői számára, ezért kéri az egységet az apostoli testület számára, amely alapot jelent mindenkor keresztényének, hiszen erre épül az egyház Krisztus titokzatos teste, arra a testületre, amelyet Jézus az apostolokban fölállított. Mi, mint apostoli közösség tudunk biztonságot nyerni, és személyes életünket minden korban és élethelyzetben Jézushoz igazítani. Értünk is szól Jézus imája, atyám, tartsd meg őket, akiket nekem adtál, Örüljünk ennek a biztonságnak, örüljünk ennek az erőforrásnak, amelyet az Úr Jézus kínál fel számunkra, és ez az öröm legyen teljesé azáltal is, hogy mi magunk is szabad akaratból igent mondunk a Krisztusi közösségre és a testvéri egységre. Köszönöm, kedves nézőink figyelmét a mai alkalommal is. A lélekemelőben János Evangéliumából a 17. fejezet, 11. versétől a 19. versig terjedő szakaszt olvastuk, ezen gondolkodtunk közösen, és aki teheti, nyissa ki újra a Szentírást, keresse ki az imént idézett és most átgondolt szakaszt János Evangéliumából, és legyen gyümölcsöző a személyes elmélkedés is az egység, a közösség tekintetében. Szeretettel búcsúzom a Lélekemelő című műsorunk végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!